Üdvözlök mindenkit, Nekrotrim vagyok. Srácok, mielőtt nagyon belevágnék a témába, engedjétek meg, hogy kicsit rendhadó módon indítsam ezt a videót. Egy ismerősöm megkért, hogy mutassam be a YouTube csatornáját, úgyhogy a reklám helye következik. Ez az ismerősöm nagyon egyszerű daraggal foglalkozik. Szereti a harcművészeteket, és a krav magában van otthon. Ezért indított egy YouTube csatornát, aminek szimplán az a címe, Véd meg magad. Na most a jó dolog ebben az egészben, ha már úgyis Warframe-nél tartunk és harc és a a jó dolog ebben, hogy semmi, hogy is mondjam, bullshit körbevet videók nincsenek ott. Egyszerűen elmutatja, megmutatja, hogy kell egy technikát megcsinálni, röviden és tömören elmutatja az egészet, semmi körbekeretezett, semmi reklám, semmi izé. Szóval, hogyha érdekelt vagy a harcművészetekben, akkor ott hagyom a csatornájának a linkjét a ennek a videónak a leírásába, ugorjatok el, csekkoljátok le. Na no de, akkor térjünk is a lényegre. Kértétek, jöjjön Bensi 2020-ban. Az a jó, hogy már olyan régóta játszom warframe hogy hozhatok nektek egy kis Warframe történelmet, Warframe történeteket, históriát arról, hogy milyen volt egy Warframe, és milyen most egy Warframe, mi változott esetleg azóta, vagy éppen minden. Hogy most beszélgessünk Bensi történetéről a játékosok körében, illetve hogy hogyan fejlődött, evolvált, miközben a Warframe újra és újra megújult. Szóval valamikor egyet tudnotok kell jó. A benshi az a warframe, a, amihez minden játékosért. Minden warframe a a benshihez, csak senki nem tud vele játszani. <laughs> Jó, hát ez egy kicsit túlzás így állítani, de valójában így van. Sokan mondják, hogy így kéne, úgy kéne á, csinálni vele. Egy valami biztos. A benshi az egyetlen olyan, karakter, most már az 50 akárhány karakter közül, amiről bizton állíthatom, hogy egy csapattal körülvéve végtelenségig el lehet menni, és minden endgame-be, ahol, ahol, esetleg arra vágynak a játékosok, hogy ezres szint fölé menjenek, és megüssék a határkepet, ami ugye tízezernél van, oda Bensit fogtok vinni. Bensi az Ultimate Endgame Warframe, ami mindenhol szükség van rá, a kettes képessége miatt ugye a szonár, ami, ami igazából damage boostot fog adni mindenkinek abba az adott csapatba, a megjelölt enemikre, és emiatt a bensi elengedhetetlen ezres szintű um, enemikre. És ennyi is volt a videó. Köszönöm szépen, hogy megnézted, Le van zárva az egész történet. <laughs> Na jó talán, jó, ez nem egyszerű. Ezt, ezt viszont tudnod kell a Hm. Mm. Senki nem fog visszautasítani endgame-be egy bensét. Ha csak nem valami más kifejezett csapatösszállításba mentek, de hogyha ezres fölé mentek, bensét fogtok vinni, max oktáviát max, de még az sem, mert a Bensi azt is képes uh, olyan buffot adni, amivel uh, könnyedén mentek azokon a levelöken végig, szóval így így állunk a Bensivel, ezt tudnod kell Mikkel, mi szükséget szükségetetik ahhoz hogy egy szonár Bensit csinálj csinálsz legalább egy 150%-os erőt max range-et, amennyit csak tudsz, és adsz rá némi időt. Ezekre kell ügyelni, Tehát legyen erő, legyen range, és legyen idő. Ez egy szomár a többi mond az, amit te akarsz, mert a csapatod védelme alatt fogsz így is, úgy is állni. Szóval, de itt nem ér véget, ugye, azért az egész történet, mert a legtöbben arra vagytok kíváncsiak, hogy az ultián kívül és a szonáron kívül esetleg belső még valami másra is használható-e. Az ultia ugye fantasztikus arra, hogy fenntartsa a pályát, és látni is fogjátok talán ebben a videóban is, hogy, hogy amikor gomikollégámnak kellett élet, akkor én feltartottam a mobokat, kijött, felszett az életet, és folytatódott minden úgy, ahogy kellett. gameplay, amit láthattok, kicsit csalóka. Az úgy volt, hogy, hát természetesen volt mod, de az úgy volt a történet, hogy elindultam szólóban, aztán Gomi rám írt, hogy hé, mit csinálsz, és aztán én írtam neki, gyere, megvárnak a két órás survival -re. <laughs> és, és megvártam, és ketten jöttünk, és a setup, ami nálam van, tehát a modolás, ami nálam van ezen a belső téren, nem arra készült, hogy többen legyenek. Ebben is jön, mert kifejezetten szólózásra készült, viszont nagyon kényelmes volt egy gominálott volt egy nekrosz, és akkor nem kellett a live supporttal foglalkozni, csak igazából beszerettem volna azt mutatni, hogy a módszer, ami, ami benne van ebben a videóban, ez a módszer, ez működik. De ahogy megígértem, jöjjön egy kis belső história. Valamikor a 15. update környékén, a 15. update környékén Banshee-hez megjelent egy olyan mod, aminek az volt a neve, hogy Savage Silence. Ez a Savage Silence olyan lehetőségeket nyitott meg a Bensi előtt, ami eddig nem. Azt, hogy a Bensi némi szólózós, survivoros, -ös, missionösre csinálják az emberek. A Savage Silence Augment mod ugyanis azt csinálja, hogy 300%-os finisher damage-et ad. Na most ez nagyon fasza volt, ugye, és annak, aki, a, a, aki szerette a bensit, és netán volt olyan őrült, hogy, hogy netán szólózás, survival re húzta, a Sevis Silence mod az nagyon-nagyon hatékony volt, mivel hogy a harmadik képességet, hogyha elkapcsolod, ugye, akkor így az enemy egy kicsit így összeomlik a képesség hatása alatt, és azon pillanatban finisherre nyílik meg, és 300%-os finisher régen a warframe igen-igen nagy szó volt. A következő volt a taktika a Savage Silence uh, bensivel. Fogtad, elkapcsoltad a hármas képességet, lefinisherelted a zenemit, a többit pedig az egyes képességgel ellőtted. A Savage Silence annyira meghatározó lett a Bensinek, hogy a Bensinek kialakult egy játékstílus neve, hogy Savage Bensi. Na most ez a Savage Bensi így lett emlegetve, és azon játékosok úgy gondolták, hogy a Savage Silence-től válik a Bensi Savage Bensivé de később, valamikor, a 17. update környékén bemutattak egy olyan modot, hogy Covered Lethality. A Covered Lethality az régen arról szólt, hogy 100%-os finisher damage. Magyarul akár mekkora szintű enemid volt, megölte. Insta ölt mindenkit. Egy tör volt nálad, és Uh, Covert Lethality nem kellett semmilyen más modot berakjál abba a törbe, mert az elvégezte a dolgot level 9999-en, is. próbáltam, tesztelve Covert Lethality intézte. Na most, ez ha banshee került a sor, mit idézett elő? Nem volt már szükség a Savage Silence modra. Így aztán a Banshee uh, tehát a játékosok azok, akik uh, hogy is mondjam, szerettek haladni a korral, kivették a Savage Silence modot Benchiből, és betettek esetleg valami hasznosabb modot, ami jobbá tette a Warframe-et, mert a Savage Silence önmagába elég sok helyet foglal, már mint az a kemény kilenc de egy olyan helyet foglal, ami oda egy jobb mod is beleillhet. Szóval fennmaradt a Savage Bensin név a Savage Silence miatt, de a Savage Silence a 17. update után kikerült a Benchiből, mivel nem volt sok értelme a Covert lethality miatt. Aztán később, hölgyeim és uraim, hát mik nem voltak árkének. Bejött az árkének új generációja. Arkane Guardian és Arkane Trickery. Na most azon játékosok, akik tovább haladtak a korral, elkezdtek használni Arkane guardian vagy Arkane Energized, vagy Arkane Trickery-t. bizonyt. bizony. Trikerit. Mivel régen a trickery 20%-os lehetőséggel kapcsolt be akkor, hogy a finisherrel ölted meg az enemit. És a covert lethality kombinációjával a 20%-os esély igen gyakran bejött. És 20 másodpercre láthatatlan lenni, amire lejárt régen, amire a trickery lejárt, addigra új trikeritka tudtál elkapcsolni. Szóval a szevis bensiből láthatatlan Savage a megfűszerezve egy Guardiannal, ha random eltaláltok, ugye a Guardian 60%-os esélye kapcsolt régen, szinte mindig egy ezres armorod volt a Banshee alaparmorjával együtt. Ezres armor plusz egy vitality, amit beraktál a Savage Silence helyett mondjuk, és Covered litality Trickery, az azt jelentette, hogy a mobok magas szinteken is, ugye több százas szinteken, nem egyhiteltek. Bensinek endgame-ben azért szólóban megvan a határa. A határa leginkább a játékosnak a skilljén, és a tehetségén uh, múlik, hogy mennyire ügyes játékos az, az, az ott uh, Survivor-on. El ha eltalálnak random, akkor így is úgy is meghalsz. Na most régen ugye a Guardian és a tricker legalább azt az egy halálos lövést uh, kibírtad. Ebbe az egészről vagy quick thinking-et raktak be a játékosok, hogy ezt az, pont, azt az egy halálos lövést tudják elkerülni. Érted? Na no, de mi változott azóta? Lássuk, hogy mi van, ami nem volt akkoriban. Van trickering? Van. Guardianunk van? Van. Energizünk van? Van. A? Ah, van egy új dolog. Tenó. Régen nem volt Tenó, ezért olyan szinten kellett ugrálni belsővel, és nem csak belsővel, az kávé minden warframe ahhoz, hogy életben maradj, a tenó iszonyatosan megkönnyíti ezt. Magus lockdown mindent megcsinál helyetted, oda húzza a dolgot, még oda se kell mennie már az ellenfélhez, hogy lefinisereje ezt, szóval olyan sincs, hogy nem érsz oda időben, hogy lefinisereld az enemét. És mit nem ad nekünk az Isten? A Naramon iskolánál van egy olyan pont, amit ha kijelölsz, ugye, ha áthaladsz az enemin, finisherre nyitja meg. Na most ez a Bensinek a silence képességet, a harmadik képességet igen megbúsztolja. Mert tegyük fel, hogy ha nem érsz oda az enemyhez, hogy lefinisered, semmi baj, változtass taktikán. Oké? Okay? Tenoszt ki, magus lockdownnal összehúzod a warframe felé, ugye lekötöd és összehúzod a warframe felé, és utána elnyomod a hármas képességet, finisher, finisherelsz, finiserelsz és mindenkit, ugye, akit a tenód elért, azokat is tudod finisherelni. Még nagyobb eséllyel elkapcsolva a trikerit. Na most, mi változott azóta még? Jött nekünk egy skjadzsat. Sk sk nevű kardunk, aminek az a passzívja, hogy a finisherelsz, relölsz, akkor láthatatlanná tesz. Tehát van egy trickeri a és van egy skeletjeti Gordon nekem, igazából mindig láthatatlan vagyok. Nagyon ritkán nem vagyok láthatatlan. És egy árkén energiz, hogy a magas szinteken legyen némi energiafelhalmozódás. Viszont, mivel hogy megváltozott a covert litelítés, már nem úgy működik, mint régen, így aztán a Savage Silence Augment mod visszakerült a bensébe és egy 300%-os finisher damage rendelkezel. Fogd a skeletidat, modold be finisherre, kapcsold el a bensinek a hármas képességét, esetleg a szonárt is majd, ha úgy alakul, de skeleti, trickery, 300%-os finisher damage, az egy gyenge karnolásnál, mint az enyém, az valahol másfél millió és 3 millió között fog neked finisher Na most nem tudom, hogy mennyi egy mobnak az élete nagyon-nagyon-nagyon sok szinten, de biztos vagyok benne, hogy másfél milliós sebzéssel kurva sokáig elmész egy játékban. Ez a legolja annak, amit a bensi tud. Ez a legolja. Másfél milliós sebzés. Szóval így kell gondolkodni. Hármas képesség, sonár, finisher, kész. Nincs, nincs olyan mod, mob, nagyon-nagyon-nagyon sok szintig, amelyik ezt meg tudja. Iszonyatosan sokkal több damage is ki lehet hozni. Kart függő természetesen. Csak a az, ez egy ilyen biztonsági intézkedés. Gyakorlatilag, hogy mindig láthatatlan legyél. Szóval az évek alatt a Savage Bensiből, akivel egy nagyon nehéz, nagyon nehéz volt játszani, és tényleg tudnod kellett a, mi a fasz, mi a dörgés. Ezzel kapcsolatban azóta csak egy kényelmesebb, ugyanolyan azért aktív, még így is azt kell mondjam, hogy, hogy aktívnak kell lenned a pályán, folyamatosan mozognod, figyelned és a többi, de a tenó eljövetelével sokkal kényelmesebbé tették a bensinek a túlélhetőségét A shield gating Megint csak kényelmesítette a bensinek a túlélhetőségét. Szóval, ja, egyelőre, hölgyeim és uraim, így állnánk a bensivel. Na most természetesen meg fogok mutatni egy modalást. Az, hogy én ezzel ezzel a modolással jutottam el eddig a 100 percig, csak utána már kijöttünk, mert mondtam ez hogy ez, ez, ez mindjárt halára unom magam, menjünk ki, elég lesz 100 perc, látszik, hogy működik, itt van, tessék, bizonyíték, már kijöttünk, mert már nem, már nem. A agyrémet kaptam, a tovább kellett volna bennmaradjak, mint múltkor az essen. Szóval, ja, fogadjátok szeretettel. Na, szóval, ahogy ígértem, jöjjön a modolás. Arcane Trickery, Arcane 70%-os efficiency miatt a magas szinteken megesető így is, így is töltenet kell egy-két energiát, de lehet, hogy ügyesen bánsz vele. Sevis Silence Mode, mint mondtam, hogy azért a 300%-os finisher damage 268%-os erőnél már 900%-os finisher damage-et tudtok elérni szóval ezzel valószínűleg tehát amint látjátok a videóban e, aki látja legalább minimum másfél milliósat értekes itt most void moton voltam ez azt jelenti hogy a kardomban lévő finisher modolás nem void motra készült mivel hogy benne van itt egy smite grinier e, kifejezetten Grinérek ellen sokkal nagyobb sebez mint moton láttok itt hogy sebez e, a korruptedre, a szóval Uh, Smite green rel van az enyém meg, uh, meg, uh, megcsinálva, és ugye uh, berakhatom a Smite korpuszt is, és akkor happy days, tehát az a 30% extra me damage, ezért meglepően uh, jó, uh, jó tud lenni, és egész jó megboostója azt a finisher uh, damage szóval ez, ez lenne a schedule a, a modolás a dreadet vittem, csak poénból amúgy sem használtam igazából, nem sok értelme volt, de aki a dreademre kíváncsi, jelen pillanatban így néz ki, nem modoltam át 5 milliárd 62 ezer éve, valóságes is, Pirona Prime, az még a múltkori estről a, megmaradt, szóval ez kegyetője ugye megvolt. A Naramon iskola, amint látjátok, és kihasználom az Ege Executing Dash-nek a e, képességét. Mert ugye azon kívül tehát ha ezt kimaxolod nem tudom hány százalék finisher damage fog adni valószínűleg 25, 30, 35 vagy max 30 százalékot, szóval így is egy 50 százalékkal e, bocsánat, 350 százalékkal 320 százalékkal több finisher damage van. Tehát azon kívül megnyitja őket finisherre, még finisher damage is ad. Szóval az eg executing dash e, kihasználva Uh, folyamatosan láthatatlanságba uh, mész. Mm, mit akartam még mutatni? Ja, uh, Magus lockdown használok uh, a, Tenónál, és Is... hölgyeim és uraim, nem, nem fókusz. Equipment. Magusnak, uh, anomali és Magus Lockdown hogy az Anomaly összehúzza az enemiket a Warframe felé 25 méterről. Igen, hasznos tud lenni, és ez még ugye a hármas szintű, és a Magus Lockdown az pedig, hát gyakorlatilag leköti őket egy helybe. Így is lehet mondani. Szóval ezt a két tenuárként tudom javasolni, ehhez az egész történéshez, és hát ja ennyi lett volna. Természetesen vihez bramát brammát is, de itt a kardolás, kardozásom lenne a lényeg. Srácok, ennyi lett volna ez a videó. nagyon nagyon, nagyon köszönöm a figyelmet. Tetszett, iratkozz fel. Um, csatlakozz a klánunkhoz, link videó leírásában, discordunkhoz, link videó leírásában. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Sziasztok!